Viszonylag gyorsan és nagy mennyiségű koronavírus tesztet tudnak elvégezni mostantól a Győri Kórházban is. Ez a berendezés a dolgozók rendszeres szűrése mellett abban segít, hogy ne kerüljön be fertőzött beteg az egészségügyi ellátórendszerbe, de alkalmas arra is, ha ez mégis előfordul, akkor a pácienst fokozottabb védekezés mellett kezeljék. Nyitás a megyében és az országban, az nyilván meg fogja sokszorozni a kontaktusokat, tehát várhatóan emelkedni fog a fertőzések száma, tehát a hozzánk beérkezők, még tünetmentes emberek is lehet, hogy vírushordozók lesznek. Nagyon fontos, hogy szigorú követelményekkel, komoly higiénés és járványügyi szabályokkal és tesztet követően jöjjenek be azok, akik egyébként nagy kockázatúak. Ez a Győri Kórház ellátó területén akár 1000 tesztet is jelenthet naponta. Képes arra, hogy a sejteket, a nyálkártya sejteket szétroncsolja, és kitisztítsa belőle a vírusnak az örökítő anyagát. Utána tesszük a mintákat a másik készülékbe, ami pedig, ha van benne wuháni koronavírusnak az RNS-e, akkor ezt képes felsokszorozni, és ezzel detektálhatóvá teszi, tehát kimutathatóvá teszi, és megjeleníti, hogy pozitív az illető betegnek a mintája. A mintákat eddig Budapestre kellett küldeni, a Győri Kórházban azonban az összefogásnak köszönhetően egyszerre 2 készülék is szolgálatba állt. Ebből a típusból ez az első az országban. Az idősügyi ellátásban, ezt már tudjuk azt, hogy a legveszélyeztettebb generáció az idősek generációja, az idősügyi ellátásban dolgozó munkatársainkat le fogjuk szűrni, és ezáltal csökken annak az esélye, hogy bármilyen fertőzés bekerüljön rajtuk keresztül az idősek közé. Eddig sikerült megúsznunk azt aránylag szigorú rendelkezésekkel, például kijárás tilalmat rendeltem el a kezdetek kezdetén, és sikerült megúszni azt, hogy fertőzés bekerüljön a város által üzemeltetett otthonok bármelyikébe is. A beruházást az önkormányzat 16 millió forinttal támogatta.